Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az e-cigi tesztek. Mai videónkban ismét a kezdőnknek szánt sorozattal találkozhatunk. Most a Vaporó webáruház jóvoltából ismerkedünk meg ezzel a szettel. Nézzük, mi van benne. Nézzük akkor, mit találhatunk ebben a készletben. Utólagos engedelmetekkel én már ezt fölbontottam oldalt, de egyébként hozzá nem nyúltam. Ez kuka. Nos. Először is. Találkozunk egy USB töltővel, egy 650 mAh EGO akkumulátorral és egy CE5-ös papíron 2,4 ohmos kazánnal, ami 1,6 ml likvid befogadására képes. Nézzük akkor, hogy kell beüzemelni, hogy kell megtölteni, használat közben milyen tapasztalataink lesznek vele. Első és legfontosabb. Miután beszereztük a megfelelő likvidet, amit szintén a webáruházról meg lehet rendelni. Sokan elkövetik azt a hibát, amit azt egy előző videómban is már említettem, hogy hatalmas lelkesedésükben fogják, és nem ide töltik a likvidet a tartályba, hanem ide bele az EGO csatlakozóba, és aztán meglepődnek, hogy csak az első pár sluknál van füst, és akkor is szörcsög. Ide a csatlakozóba semmi esetre sem töltünk folyadékot. Ennek a tartálynak a töltési metódusa a következőképpen alakul. A felső drip részt, egy menetes részt kitekerjük, és szépen óvatosan kihúzzuk. Itt láthatjuk, hogy van egy ógyűrű, erre vigyázzunk, hogy ne hagyjuk el menet közben majd. A töltésnél arra kell figyelni, közelebb állítom a fókuszt egy pillanat, hogy mindenféleképpen úgy töltsük meg, hogy nem a középső kis levegő csőbe töltjük a likvidet, hanem a tankpalást oldalára helyezzük, illesztjük rá a töltőcsőrét az üvegnek, és itt csurgatjuk le végig a likvidet, de legjobb esetben is maximum a csatlakozónak addig a pontjáig, amíg a bekötő, tehát amíg az üvegszálat meg nem látjuk, el nem érjük a folyadékot vele, mert egyébként szörcsögni fog, meg fog folyni a történet. Megnézzük, hogy épül föl a kazán. Amint láthatjuk, 4 darab 1 mm-es üvegszál helyezkedik el benne. Ez az a rész, amit a későbbiekben, ha elhasználódott, cserélnünk kell. Ezt itt, ha ezt a kis szilikon sapkát lehúzzuk, akkor itt tudjuk megtekinteni, hogy mennyire van elkokszolódva, elpiszkolódva maga a tekerés. Ha ez elhasználódott, ezt a részt kidobjuk a kukába, és egy ugyanilyet rátekerünk erre a menetes oszlopra. Így. Ezt jól meghúzzuk, ne legyen ott rés. Szépen fogjuk. És
az alsó részét rátekerjük a palástra, és miután ezzel megvagyunk, ezt fixen meghúztuk, most jöhet az, hogy egy megfelelő töltőcsőrrel rendelkező flaskát fogunk, és itt szépen az oldalára odaigazítjuk, és megtöltjük folyadékkal. Ha ezzel kész vagyunk, akkor fogjuk az előbb letekert drippet, szépen belehelyezzük, és ezt is rátekerjük ütközésig. Ha ezzel megvagyunk, nem kezdjük el azonnal szívni, hanem megvárjuk, hogy az üvegszál szépen felszívja az általunk betöltött folyadékot, és a folyadék elérjen az üvegszál alá. Ezt mi nem látjuk, de ez történik, ennek adjunk egy legrosszabb esetben is 3-4-5 percet, addig ezt félretesszük pihenni. Nézzük meg addig az akkumulátorunkat. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy nem látunk semmit, ugyanis ennek a gomnak világítania kéne. Ez ne adjon senkinek pánikra okot, azért nem világít, mert aktív a zsebzár, ami azt jelenti, hogy minket és az eszközünket véd attól, hogy esetleg a zsebünkben bekapcsoljuk és kárt tegyünk a készülékben, elégessük a kazánunkat, vagy az aksinkat lemerítsük. A zsebzár funkciót ennek a gomnak az ötszöri megnyomásával kapcsolható ki. 1, 2, 3, 4, 5. Háromszor felvillan, ha ezt most megnyomjuk, látjuk, hogy izzít. Most nem izzít semmit, mert ugye nincs semmi a kazánon, vagyis az ego csatlakozón, nincs rajta kazán, de látjuk, hogy szépen izzít. Ha ugyanezt megnyomjuk használat után 1, 2, 3, 4, 5-ször, megint felvillan, és megint be van kapcsolva a zsebzár, így most már nyugodtan eltehetjük. Tekerjük rá akkor. Úgy kapcsoljuk akkor ki a zsebzárat, 1, 2, 3, 4, 5. Nézzük meg, hogy van-e füstje. Füstje van, nézzük meg, hogy mit produkál nekünk éles lövészeten. Az imént feltöltöttük a tankunkat, egészen 1,6 ml folyadékkal. Megnézzük, hogy mit mutat most ez élőben. Füstje és íze is van, ennek már örülhetünk. Amit érdemes tudni az ilyen típusú és felépítésű felső fűtőszálas tankokról, illetve kazánokról, mivel felül helyezkedik el a fűtőszál, hogyha ezt úgy szívnánk, hogy függőlegesen tartjuk, akkor hiába hosszú ez az üvegszál, ami benne van, nem biztosítaná úgy a lé ellátását a kazánnak, ahogy azt megkívánja, és egy idő után megégne alatta levő üvegszállal együtt. Úgyhogy mindenképp azt javaslom, hogy egy picit döntve, vagy ha nem tudunk hozzászokni, hogy döntve szívjuk mondjuk vízszintesen, akkor mielőtt szívnánk, egy picit állítsuk fejre, vagy ha kevesebb a likvid, akkor forgassuk így meg, hogy így jön egy picit az üvegszál. És utána ilyen gőzt tudunk mi is eregetni. Azt láthatjuk még, hogy menet közben, ahogy szívjuk, apró buborékok jelennek meg a palást mögött, minthogyha az üvegszálból jönnének ki. Ez jelenti azt, hogy likvid megy be a helyére, ilyenkor egy-egy levegő buborék távozik onnan, ez teljesen üzemszerű.
tartóság. A terméket érdemes két részre bontva kielemezni ezt a részt. Az alsó az egy 650 mAh-s aksi. Az aksi tartósága gyakorlatilag én azt mondom, hogy egy-másfél-két évet gond nélkül egy ilyennek ki kell bírnia, egy évet biztos folyamatos töltés mellett. A folyamatos töltés azt jelenti, hogy mondjuk egy ilyen 650 mAh-s akkumulátorral a normál felhasználói szokások mellett én azt javaslom, hogy ezt az használjon ekkora méretű akkumulátort, aki a hagyományos cigarettából mondjuk egy doboznál kevesebbet, tehát ilyen 15-20 szálat szívott naponta. Ha többet szív, az sem gond, csak akkor gondoskodni kell arról, hogy ez megfelelően fel legyen töltve mondjuk induláskor, és legyen nálunk esetleg egy ugyanilyen, ami szintén fel van töltve, hogyha ez lemerülne, akkor a másikat rá tudjuk rakni a kazánunkra. Ez a kis készség, amit az aksira tekerünk rá, és borlasztja el végül is nekünk a likvidünket. Maga a külseje, hogyha vigyázunk rá és karban tartjuk, akkor hosszú időn keresztül jó szolgálatot tud tenni. Amit egyedül ebben az eszközben cserélni kell, az az előbb is megmutatott pici kazántér. A kazántér, hogyha az előbb említett 15-20 szálnyi mennyiséget, sluk mennyiséget alapul véve mondjuk felszorozzuk, és azt mondjuk, hogy mondjuk 20 szál, hogy legyen egyszerű számolni, 20 szállal számolunk, és egy cigaretta 10 sluk mondjuk, akkor 200 sluk. Hogyha ezzel a napi 200 slukkal számolunk, akkor ennek, ha nem tisztítjuk, tehát nem szórakozunk olyan dolgokkal, hogy szétszedjük, kimossuk csap alatt, mert annyira nem vagyunk fogékonyak a dolgokra, vagy egyszerűen csak nem értünk hozzá, mert hiszen a színéből is látszik, ez egy nőknek való, vagy szánt szett, férfiak is vehetik, de szerintem ez kicsit metroszexuális. Szóval, hogyha ezzel a szívási mennyiséggel számolunk, akkor azt mondom, hogy ez a kazán 3-4 hétig biztosan el kell, hogy gond nélkül, vagy meg kell, hogy gond nélkül hajtsa a fűtőszálat, illetve nem is meg kell, hogy hajtsa a fűtőszálat, hanem annyi ideig biztosított nekünk az, hogy a fűtőszálunk és az alatta levő üvegszál tiszta, nem kokszolódik el, nem csillapítja az ízeket, és nem csökken a gőzmennyisége. Hogyha azt tapasztaljuk, hogy a gőzmennyisége csökken, vagy nem érezzük már az ízeket, érdemes letekerni ugye a felső részét, hogyha kiürült a folyadék, akkor alul letekerni, és megnézni, hogy mennyire piszkos a kazánunk. Ha piszkos, akkor letekerjük, kidobjuk, és egy új kazánnal folytatjuk ott a gőzölgést, ahol abba hagytuk. Azt mondom, hogy ez egy kis odafigyeléssel nagyon élvezhető termék. Semmiképpen nem mondanám, hogy ne vegye az, aki többet szív. Tehát, hogyha én többet szívok, akkor több aksit viszek magammal, illetve kis tartályban ugye magammal tudom vinni a folyadékot is, de elsősorban azoknak szánnám ezt, akik mondjuk napi egy doboznál nem szívtak az analóg cigarettából többet, azoknak ez tökéletes választás lehet ezzel az akkumulátorral és ezzel a porlasztóval. Tehát, ahogy megfigyelhettétek, én sem függőlegesen szívom most sem, hanem vízszintesen, hogy
folyadékellátás az biztosított legyen. Természetesen, hogyha valakinek nem tetszik ez a szín, vagy nem nő, hanem férfi, más színben is lehet választani. Fekete burkolattal, króm, amilyet szeretnétek. És az ilyen szimpla, dupla sokkokkal sincs gondja, ennek meg tud vele birkózni. Viszont most már szépen lementem. Felszívott mondjuk sokat az üvegszál is, most 0,8 ml van, de ez az első töltésnél ez mindig így van. Arra figyeljetek, hogyha szörcsögő hangot hallotok, akkor az azt jelenti, hogy a középső levegőcsőbe vagy likvid került, vagy úgy szívtátok, hogy a végén, mikor elengedtétek az elsütő gombot, akkor közvetlenül a szívást is abba hagytátok, és akkor az a meleg gőz, az kicsapódik kondenszként a belső falára a dripnek, és ez egy idő után lecsurog a középoszlopon, úgyhogy érdemes úgy szívni, hogy miután a gombot elengedtétek, még egy-két másodpercig szívjátok, és akkor a csőben levő meleg levegő és meleg gőz is eltávozik. Hogyha nem akar múlni a szörcsög, és akkor érdemes letekerni az akkumulátort, és megnézni, hogy itt belül, vagy bent az ego menetnél nincs-e likvid, vagy kondenzlecsapódás, azt olyankor egy háztartási papírtörlővel kitörlitek, visszatekeritek, és folytathatjátok tovább a gőzölést. Hogyha szeretnétek ilyen terméket a magatokénak tudni, rendeljétek meg a Vaporó webáruházon keresztül. Kezdőknek mindenképpen ajánlott ez a kategória és ez a méret, a Magyar Villanypára Egyesület is jó magam ajánlásával is. Vegyétek nyugodtan, nem fogtok benne csalódni. Jó gőzölgést, sziasztok!